Tisztelettel köszöntöm a kedves érdeklődőket. A mai előadásomban azt hiszem olyan témáról fogok beszélni, amelyik nincs igazán bent a köztudatban, sem arról az irányból, hogy Kazinczy Ferenc foglalkozott volna a Magyar Szent Koronával, és a Magyar Szent Korona kutatói közül is kevesen tudnak róla, hogy ő érdemi hozzájárulást tett a legfontosabb nemzeti kincsünk kutatásához. A mai előadásban a következő résztémákról fogok beszélni. Egyrészt arról, hogy mi volt Kazinczy Ferenc indítatása, hogy megvizsgálja a Magyar Szent Koronát. Az indítatást Veszprém István írásai jelentették elsősorban. Ő 1790 és 92 között 5 írást tett közzé a Magyar Szent Koronáról, és ugye ez volt az egyik fő inspiráció forrása Kazincinak. Az előadásból ki fog derülni, hogy más forrásokból is azért tudott a Szent Koronáról. Aztán kicsit el fogok kalandozni, és mozzanatok lesznek a Szent Korona mai kutatásából, hogy hogyan is hatott ki az 1790-es évek történései, még a mai kutatásra is megdöbbentő módon élően hatnak mind a mai napig. Ezután következne talán az előadás lényege, hogy Kazinczy Ferenc milyen rajzokat készített a Szent Koronáról, és milyen megfigyeléseket tett, ezeket részletesen ismertetni fogom. Aztán ugye ezek a rajzok és a megfigyelései egy Veszprém Istvánnak írott levélben szerepelnek. Ennek pedig van egy áthúzott oldala, és ez több érdekességet is rejteget, erre külön ki fogok térni a mai előadásban. Elő fog kerülni még Rumi Károly György, aki ugye az egyik prominens levelező partnere volt Kazinczy Ferencnek, és lámlám róla is ki fog derülni, hogy ő is érintett a Magyar Szent Korona kutatásában. Végül pedig összegezni fogom, hogy mik azok a legfontosabb dolgok, amelyek az előadásban elhangzottak. Azzal kezdeném, hogy a Szent Koronáról szóló ismeretek, és az ismereteket most idézőjelbe tenném, tele vannak hamis narratívákkal. Ezért írtam vérvörössel ezt a bizonyos diát, hogy kifejezzem a tiltakozásomat, hogy ezek mind téves nézetek. Tehát nem igaz, hogy külön létezett egy görög és egy latin korona, és ezek egyesítéséből jött volna létre a Szent Koronánk jelenlegi formája. Azt sem alátámasztott a legcsekélyebb mértékben sem, hogy a Szent Koronát küldték volna valahonnan, akár Bizáncból, akár Rómából, akár Regensburgból, akár máshonnan. Alapvetően elhibázott és téves, hogy a Szent Korona abroncsának hátsó részén lévő három uralkodó kép datáló értékű lenne. Az sem igaz, hogy a szűzanyakép mással nem volt fönt a Szent Koronán. Végül is az az állítás sem, hogy a Szent Korona az eredetihez közeli állapotában van. Az utóbbi három egyébként elő fog kerülni a mai előadásomban igen explicit módon. No, térjünk rá a téma lényegére, és nézzük meg, hogy mi is volt Kazinczy Ferenc indítatása a Szent Korona vizsgálatára, legalábbis alaposabb megnézésére. Erről ő maga tesz tanúbizonyságot egy 1793. októberében Veszprémi István debreceni szabadkőműves orvosnak írott levelében. A levélből kiderül, hogy Kazinczy Veszpréminek a vendége volt kevéssel azelőtt, nyilván beszéltek is a Szent Koronáról, és valószínűleg a költő úgy gondolta, hogy összeszedett formában leírja mindazt, amit tapasztalt, megfigyelt, és ez szerepel ebben a több oldalas levélben, amit Veszprém Istvánnak írt. És ugye az idézett szövegben látható, hogy világosan leírja, hogy Veszprémi írásai mekkora inspirációt jelentettek azért, hogy ő megkívánja személyesen is vizsgálni a Szent Koronát, és ugye fokozottan aláhúznám azt, hogy ugye nevelte nyugtalanságomat, azaz izgatta, foglalkoztatta, hogy azok az ábrázolások és leírások, amelyek korábban születtek a Magyar Szent Koronáról, egymással szembetűnőképpen hasonlatlanok és még ellenkezők is, magyarul ellentmondásos képi és szöveges információk állnak rendelkezésre, és ugye ezt a nagyon nyitott, tudatú és kíváncsi természetű Kazinczyt fokozottan izgatta, és ezért is nagyon-nagyon szerette volna látni a mi Szent Koronánkat. Na most vizsgáljuk meg először, hogy mik voltak Veszprém István forrásai ahhoz az 5 íráshoz, amelyet ő közzétett. A legfontosabb, és ezzel kezdeném,
Hogy hazánk-e drága kincsét színről színre szemlélnem még soha nem lehetett, írja az egyik írásában Veszprém István, magyarul úgy tett közzé írásokat a Magyar Szentkorona, hogy ő soha nem látta. Hogy honnan tudott róla, azt ugye a mondat folytatásában találhatjuk meg, ugye egy szemes vizsgálójától, aki látta a koronát valamelyik közszemlén, vagy az 1970-es februárin, vagy pedig ugyanaz év novemberében, és tőle informálódott. A probléma az, hogy Veszprém István gyakorlatilag pletykaszintű információk alapján gondolta, hogy ő felhatalmazott arra, hogy a Magyar Szent Koronáról vélekedéseket tegyen közzé, ami azt hiszem tudományos szempontból igencsak hajmeresztő dolognak tekinthető. No hát ennyit a forrásai szilárdságáról, és most nézzük, hogy milyen nézeteket tett közzé Veszprém István. Ő ugye azt gondolja, hogy tekintve, hogy az abroncson görög névfelirattal ellátott zománcképek vannak, tehát szükségszerű, hogy bizonyosan a görög birodalomban készítette, tehát a bizánci birodalomban gondolja ő, nyilvánvalóan ez nem így van. És hát ugye valamikor a 11. század vége felé, vagy ki tudja mikor írja, a napnyugati birodalomban élő kezébe adatot, hogyan, mi módon, miért, nem tudjuk. Ők volnának azok, akik ugye rátették volna a keresztpántokat, ugye ez a fejük de szép mesterséggel beborítás ezt jelenteni. Hát ez még elmenne, bár ez sem igazán. A legfontosabb tévedése azonban, hogy korhatározónak tekinti Dukász Mihály bizánci császár ábrázolását, aki ugye az abroncs hátsó részének a tetején található ez a képmás, és ugye ott szerepel egy Geobicász nevű türk uralkodónak az ábrázolása, majd mutatni fogom, őt pedig ugye második Géza magyar királyunkkal azonosítja. Ugye a szövegkörnyezetből ki fog derülni, hogy az első Gézáról van szó, viszont itt van az az érdekesség, hogy a Géza fejedelmet tekinti ezek szerint az első Géza királynak, és ennek ugye megvan a maga érdekessége. De visszatérve a főcsapáshoz, tehát azon egy időben együtt élt három uralkodó fejedelemnek idejében készítetett volna a napkeleti birodalomban, ez az ő vélekedése. Na most az a probléma, hogy ezek a hallomás alapján kialakított nézetek mind a mai napig a Szent Korona történeti és művészettörténeti kutatásának fővonalát képezik. Mi a probléma ezekkel a nézetekkel? Az a rejtett axióma van mögöttük, hogy ez a három uralkodókép eredeti a Magyar Szent Koronán. Holott ez nem így áll fent. Itt mutatom a Szent Korona hátulnézeti képét, ugye itt látható Dukász Mihály képmása. Minden terjedelmében az ománckép nagyobb, mint a mögötte lévő keret. Tehát nincs keretben. Látható, hogy el kellett távolítani az abroncs tetején körbefutó gyöngysornak 9 szemét, hogy egyáltalán oda lehessen helyezni ezt az ománcképet, és majd beszélek a rögzítéséről is, tehát pusztán az, hogy nem fér bele a méretei ennyire nem idevalók, ott van mögötte a keret, ami nyilván valami más volt, és majd arra is ki fogok térni, hogy kinek az ábrázolása. Tehát ez önmagában legalábbis gyanút kellene, hogy keltsen. És megdöbbentő módon sem a történészeknek, sem a művészettörténészeknek senki, aki a korona 1978-as Amerikából történő hazatéréséig vizsgálta, senkinek nem tűnt föl, hogy valami probléma itt lehet. 1983-ban volt egy aranyműves vizsgálat, hát ők igen erőteljesen exponálták ezt, hogy az ománckép nem fér bele a keretébe, és vizsgálták a másik két uralkodóképet. Itt található egy Kón névfelirat rövidítéssel ellátott, bíborban született bizánci császár ábrázolása, Konstantinosz vagy Konstantiosz, ezen még vita van a történészek között, hogy ez ki is lehet. Ez az ábrázolás ugyan benne van a keretében, de éppen az aranyműves vizsgálat állapította meg, hogy bele van gyötörve, az ománckép szélesebb, mint a keret, tehát úgy kellett belepasszírozni, és látható, hogy ez körbe van nyírva, annyira kimegy a névfelirat a keret széléhez, ahogy ezt akkoriban nem igazán volt szabad. Tehát utólagosan került ide körbenyírás, ideigazítás után.
A túloldalon itt van ez a bizonyos Geobicas ábrázolás, Pistos Králész Turkiász, a türkök hű vagy hűséges királya, kétféleképpen is fordítható. Ez is körbe van nyírva, az alakszimetria tengelye nem esik egybe a képszimetria tengelyével, tehát így tudták körbe nyírni, ezt legalább abból a szempontból ügyesen csinálták, hogy így belefér a keretébe. Tehát a legkevesebb az, amit el lehet mondani, hogy ezeknek a uralkodó képeknek a datáló értéke megkérdőjelezhető, de ennél ma már sokkal tovább lehet menni. Én megvizsgáltam különböző képelemeiket, és arra a következtetésre jutottam, hogy a három uralkodó képet nem ugyanaz a kéz készítette, mint az abroncs többi, biztosan eredeti zománc képét, sőt, még nem is ugyanaz a kéz készítette mind a hármat, hanem a két császárképet ugyanaz a kéz, és egy másik kéz a türk uralkodó képmását. Tehát ezek alapján nem lehet datálni a mi szent koronánkat. Tehát a képek másodlagossága, nem ide készültsége egyértelmű, és ennek ellenére mind a történeti, mind a művészet történeti kutatásban még mindig ott tartanak a kutatók, hogy ezek korhatározó értékűek. És ez meglehetősen szomorú. Na most térjünk vissza oda, hogy itt van a Dukász kép mögött egy üres keret, vajon kinek az ábrázolása lehetett ott? Révai Péter koronaőr már 1613-ban közzétett egy könyvet, amelynek a címe De Sacra Corona Hungariae, Augsburgban jelent meg, és ebben egy kis leírást adott a magyar szent koronáról, jó néhány fontos részletet megemlítve, nem tudományos igényű a leírás, de ennél korábbi leírásunk nincs a magyar szent koronáról, örülünk neki, és ebben a témánk szempontjából nagyon lényeges dolgot megemlíti, hogy magán a kerületen elől az üdvözítő kép mása van Jézus Krisztusé, hátul pedig ugye a szentséges szűzé, Dive Matris Virginis. Adalékként hozzáteszem, hogy ezt az evangélikus vallású Révai Péter írja, ahol nincs szentek tisztelete, nincs Szűz Mária tisztelet, tehát nem valószínű, hogy egy evangélikus ilyeneket kitalál oda, pusztán a vallási beállítódása miatt sem igaz. Ezt ugye a kutatás már hát több mint 400 éve ismeri, és hát a történészeink megpróbálták meggyőzni magukat, egymást és a közvéleményt arról, hogy Révai Péter állítása nem igaz. Fordulatot adott a kutatásnak, hogy bő 10 évvel ezelőtt Kész Teszelszky, magyar felmenőkkel rendelkező Hollandiában élő történész megtalálta Berger Illésnek egy leírását, amelyben szintén a szűzanya képmását említi a magyar szent koronán, itt van a hivatkozás. Teszelszky megállapította, hogy Berger leírása bizonyítja, hogy látta a szent koronát, és tudjuk is, tehát valóban több ízben látta, és ennek ellenére a következő igencsak meglepő következtetést vonja le. Érdekesség, hogy Berger követi Révai téves korona leírását az egyik bécsi kéziratban, mert említi Szűz Máriát a koronán. Hát ki mondta, hogy Révai Péter leírása téves? Mondták, csak nem bizonyított, non sequitur, nincs igazolva. Tehát látható, hogy van egy tanunk, 1613-ban megjelent könyve Révai Péternek, és aki egyértelműen látta, hivatásából következően ő volt az, aki a 17. század elején a legtöbbször látta a magyar szent koronát, és itt van egy másik tanú, Berger egyébként ugye kortársa volt Révainak, róla is tudjuk, hogy látta a magyar szent koronát, és két szemtanú egybehangzó véleménye tanúsítja azt, hogy a szűzanya kép mása fönt volt a szent koronán, ehhez képest ugye a második leírást, hogy a később megtaláltat az alapján próbálják hitelteleníteni, hogy az első állítólag hibás, holott az egyáltalán nem igaz, soha senki nem igazolta, sőt én vizsgáltam Révai állításainak a pontosságát, megbízhatóságát, és abszolút szavahihető, nem azt jelenti, hogy tévedhetetlen és minden apró részletet pontosan írt le, de amelyek ottan megragadható módon tényként szerepelnek, ezek igazak. Tehát semmilyen ok nincs arra, hogy Révai Péter leírását kétségbe vonjuk, és ugye immár két tanú állítása igazolja azt, hogy a szűzanya képmása fönt van a magyar szent koronán. És hát szeretnék néhány adalékkal szolgálni arra,
hogy ugye a történész kör, amelyik vizsgálja a Szent Koronánkat, vajon milyen tárgyilagossággal teszi azt. Révai Péter halála után 1659-ben kiadták a De Monarchia című munkáját, ugye a Sacra Coronát ő továbbfejlesztette, továbbírta, de már nem jutott rá lehetőség, hogy az életében kiadásra kerüljön, tehát ez 1659-ben tudott megtörténni, és ezt végre a lendületkutatócsoport munkatársai lefordították. A vezető fordító Tóth Gergely volt, és hát a kiadáshoz írt egy terjedelmes bevezető tanulmányt, ami teljesen rendben van. A dolog egyik érdekessége, hogy terjedelmes hivatkozási lista tartozik természetesen ehhez a tanulmányhoz, hogy nem kimarad belőle Kész Teszelszkinek az a művészettörténeti értesítőben megjelent tanulmánya, amelyikben említést tesz arról, hogy Berger Illés is megerősíti azt, hogy a szűzanya képmása ott volt fönt a Magyar Szent Koronán. Továbbá, ugye az alternatív szakirodalomban, az alternatívnak nevez mindenkit, aki nem történész és művészettörténész, és ennek ellenére foglalkozni merészelt a Szent Koronával, beleértve a mérnök csoportot, beleértve mondjuk jó magamat, beleértve az aranyműveseket, akik vizsgálták a Szent Koronát, beleértve az ötvösöket, akik vizsgálták a Szent Koronát, beleértve Óvár Imre professzort, aki szintén fogalmazott a kérdéssel. Ez a társaság, akit itt most felsoroltam, vagy elismert kézműves szakemberek, vagy tudományos fokozattal rendelkező szakemberek, mind vagy spekulációkkal álltak elő, legalábbis Tóth Gergely ezt gondolja, de egyetlen szót nem veszteget arra, hogy bármilyen ellenérvet felsorakoztasson, ezek a vagy spekulációk vajon miért lennének vagy spekulációk. Én úgy gondolom, hogy Pálffy Géza és Tóth Gergely tudománytalanul járnak el, amikor a Szent Kora átalakításairól, prekoncepciók mentén nyilatkoznak, figyelmen kívül hagyják a szerkezeti vizsgálatok eredményeit és az újkori képi ábrázolásokból levonható következtetéseket. Nem lehet ilyen egyoldalúan vizsgálni, és főleg nem, hogy bármi is az eredmény, amit kapunk, annak szolgálnia kell azt a bizonyos prekoncepciót, hogy a szűzanya képmása, hát az semmilyen körülmények között nem lehetett fönn a Magyar Szent Koronán. Tóth Gergely tesz még igen érdekes megfigyeléseket. Ugye azt írja, hogy Révai Péter már 1613 előtt ki tudta silabizálni a Basileus szót az abroncs hátsó részén lévő Dukász és Konstantin képen. Magyarul viszonylag kisméretű részeket tudott észlelni rajta, pontosan. Továbbá észrevette, hogy a császárok képmásán ugyanazon a helyen vannak a csüngők, mint a Magyar Szent Koronán. Tehát apró részleteket volt képes megfigyelni. A Zománc képen valóságban ezek körülbelül 2 milliméteresek. Magyarul apró részleteket Révai Péter pontosan látott, jól megfigyelt. Ezek alapján teljesen abszurdnak, tudománytalannak és egyszerűen nevetségesnek kell minősítenünk azt, hogy Dukász szakállát nem vette volna észre, és összetéveszthette a boldogságos szűz ábrázolásával. Ne felejtsük el, Dukász kezében ott van egy labárum, tehát egy bizánci hatalmi jelvény, szűzanyát így soha nem szokták ábrázolni, és a bizánci császároknak a labáruma az egy jól ismert attribútum, már ez abszurd, vagy összetévesztett a fiatal és elsősorban kissé nőiesnek tűnő Konstantin képmással. Ezek tudományos és egyszerűen nevetséges megállapítások, amelyet el kell utasítani, és elszomorító, hogy ilyen érvekkel próbálják történészek kétségbe vonni azt, hogy a szűzanya képmása fent volt a Szent Koronán, és megtartani, életben tartani azt, hogy ez a három uralkodó kép datáló értékkel bírhat, holott ma már pontosan tudjuk, hogy ez nem így áll fenn. Lépjünk tovább. Eddig a dokumentumok oldaláról vizsgáltuk meg azt, hogy milyen problémák vannak a dukászképpen, nem lehetett eredeti eleme a Szent Koronának. Most tegyük meg ugyanezt a szerkezeti vizsgálatok oldaláról. A kép közepén Szelényi Károly felvételét látják, 1979-ben készítette. Ilyen ma Dukász Mihály képmása, így néz ki a Szent Koronán. Baloldalt Johann Nepomuk Schauff által készített színezett rézmetszet látható. Ő 1790. november közepén látta a Szent Koronát, második Lipót koronázása idején, akkor is közszemlére volt kitéve. Johann Nepomuk Schauff festőművész volt, aki Bécsben élt, ugye ott volt az eseményen,
lehetősége volt arra, hogy hosszabban meg tudja vizsgálni a Szent Koronát, készített előnézeti ábrázolást, hátulnézetit. Az ábrázolásokból kiderült, hogy több ideje volt hátulról nézni, mert a mi esetünkben nagyon lényeges. Tehát a hátsó részről adott ábrázolás pontosabb, és mondom, ez most nekünk kifejezetten jól jön. A szembenézeti jobb oldalon az a sötét színű pedig Binder János Fülöpnek a munkája. Ő az 1792. júniusában zajlott Koller József-féle koronavizsgálatnak volt a részese, ő volt a megbízott rajzoló, és készítette ezt az ábrázolást. Na most, mi a különbség a két szélső ábrázolás és a középső között? Ha alaposan megnézzük, az egyik leglényegesebb pont, hogy míg a Dukász képben, a fénykép felvételen már ott látjuk azt a bizonyos két szegecset, addig sem Schauff ábrázolásán, sem a Binder-féle ábrázoláson nincs még szegecs azon, amit ők mutatnak a rajzukon, illetve rézmetszetükön. Tehát itt van egy képi ábrázolás, Tehát itt van két képi ábrázolás, egyik 1790-ből, másik 1792-ből, amely szerint nincsenek szegecsek a Dukász képben. Na most alul pedig Horányi Eleknek a névfelirat közlését mutatom be. Ő 1790. februárjában, a február végi közszemlén látta a Magyar Szent Koronát, miután visszaérkezett Bécsből. Horányi, aki ugye egy pesti piarista tanár volt, kitűnően tudott görögül, és azt tűzte ki a feladatául, hogy pontosan rögzíti az abroncson lévő zománcképek görög nyelvű névfeliratait, és közreadja. Nem csak egyszerűen a szöveget írta le, hanem térben megfelelő elrendezéssel hozta ezeket, tehát látható összevetve a fényképfelvétellel, hogy a névfeliratnak az a része, amelyek nekünk szembenézeti bal oldalon vannak, azok Horányi közlésében is bal oldalon vannak, amelyek jobb oldalon, azok meg nála is jobb oldalon vannak, tehát a pontos térbeli eloszlást hozza. Nem írja azt, hogy én tudok görögül, és két szegecs eltakar ugyan egy-egy betűt, de én tudom, hogy minek kellene lennie, hála a jó görög tudásomnak, semmi ilyesmi nem szerepel benne, úgy hozza a betűket, ahogy vannak, tehát a legcsekélyebb utalás nincs, hogy itt bármiféle szegecs lenne. No már most Koller József, akinek ugye a könyvéhez mellékletként szerepelnek metszetek a Szent Koronáról, szöveges leírást is ad a különböző zománcképekről, és ő sem említi azt, hogy a Dukász képben szegecsek lennének, amelyek eltakarnak betűket. Magyarul miről van szó? Van két képi ábrázolásunk, és van két szöveges ábrázolásunk. Teljes összhangban mutatják azt, hogy 1790-ben, sőt még 92-ben is a Dukász képben még nem voltak szegecsek. Ez nagyon lényeges, és mondom is már is, hogy miért. Vegyük ki gondolatban a szegecseket a Dukász képből, amelyeket nyilvánvalóan azért ütöttek bele, hogy jobban tartsa, és tegyük fel a kérdést, hogy a szegecsek beütése előtt vajon mi tartotta az ománc képet? A kérdést azoknak kell feltenni, akik vizsgálták a Magyar Szent Koronát, az aranybűveseknek vagy az ötvösöknek, és hát ők megmondják, leírták, hogy az ománc kép hátoldalának alsó részén vízszintesen egy kemény forrasztással kapcsolódó lemezcsík van, amiért valamiért papucs néven került be a szakirodalomba, mindössze ez tartja az ománc képet. Most fölmerül a kérdés, hogy ez vajon megtarthatta-e ott azon a helyén Dukász Mihály képmását 700 éven keresztül, hogyha valóban az ő idejében került volna fel a Szent Koronára, ahogy történészeink és művészettörténészeink legnagyobb része ezt ma gondolja. A válasz rendkívül szakmai, el kell menni egy olyan emberhez, aki a kezében fogta a Szent Koronát, meg tudta vizsgálni, és én ezt megtettem. Elmentem Papp László ötvösmesterhez, aki 1990-ben négyszer vizsgálhatta meg a Magyar Szent Koronát, és megkérdeztem tőle, hogy mi erről a rögzítésről a szakvéleménye. Ő pedig nagyon világosan megmondta, hogy a papucs gyenge, alkalmatlan rögzítés nem tarthatta meg évszázadokon keresztül ezt a zománcképet azon a helyén, ahol most van. Gondoljunk arra, hogy a Szent Koronák milyen viszontagságokon ment keresztül, ugye élenjáróan ugye a Kottaner féle koronalopás és szöktetés, amikor ugye a későbbi 5. László bölcsőjében menekítették, tehát nem koronaládában, de beszélhetünk ugye az Otto féle Csobolyóban történő szöktetésről, és egyéb úgymond normál menekítésekről, amikor úgymond csak szekéren
RASZ kódot, tehát nagyon sok fizikai természetű megpróbáltatásnak ki volt téve a Magyar Szent Korona, tehát teljes mértékben figyelembe kell venni, hogy itt terhelésnek volt kitéve, és abszolút hitelesnek és szakvéleménynek kell tartanunk Papp László véleményét. Nem tudom, hogy kihez lehetne más, autentikusabb személyhez fordulni. Nem tarthatta meg ezt az ománcképet ez a lemezsíkos rögzítés a Szent Koronán. Mi van tehát quoderat demonstrandum, amit igazolni kívántunk, az úgy a dokumentumok oldaláról megtörtént, mind a szerkezeti vizsgálatok oldaláról, magyarul a dukászkép kései jövevény a Szent Koronán, nem hogy nem eredeti eleme, hanem még Bizáncban sem tehették föl rá, mert ahhoz túl sok idő telt el, hogy 700 évet kibírjon ezzel a harmad gyenge rögzítéssel. Mivel kései jövevény a Szent Koronán? A Szent Korona keletkezés idejének keltezése sem Dukász Mihály személyéhez nem köthető, sem az uralkodási idejéhez. Bármilyen ilyenfajta feltételezés megalapozátságot nélkülöz, és hát ennek az az egyenes következménye, hogy gyakorlatilag nulláról újra kell kezdeni a Szent Koronánk keletkezés idejének a meghatározását, úgy, hogy a három uralkodó képet azt ejtjük, kivesszük a képből, mert nem lehetnek részesei a korhatározásnak. Jó, azt hiszem ezután a kis kitérő után, ami talán nem volt egészen lényegtelen a hallgatóság számára, visszatérhetünk a főcsapás irányához, és térünk rá Kazinczy Ferenc vizsgálataira, mikor látta a mi Szent Koronánkat. Nos, két alkalom adódott a számára. Egyik 1792. június 6-a, ezen a napon volt első Ferenc magyar királlyá koronazása. Négy alkalommal látta, háromszor viszonylag távolról, ugye a templomban, amikor lovagokat ütött, amikor lovagolt és a fején volt, tehát ezek igencsak távoli szemrevételezések, de a koronázási lakomán a kezébe vehette, mindjárt mutatom az erről szóló feljegyzését is, valamint két nappal később, amikor közszemlén volt a Magyar Szent Korona, és zajlott a Koller-féle koronavizsgálat, ugye az június 7-8-9-én volt, tehát Kazinczy is elment 8-án, össze is találkozott egyébként a Koller-féle vizsgálócsapattal, a rajzolóval is, és ugye hát meg is jegyeztem, hogy tehát egy időben voltak ott. És hát ugye érdekességképpen leírja azt is, hogy Nádasdy Mihály gróf, ugye koronaőr, aki ugye aznap szolgálatban volt, engedte, hogy a Koller-féle csoport az végezze a munkáját, őt viszont igyekezett a lehető legjobban zavarni, mindenféleképpen akadályozta a szándékát, működését, hogy lerajzolhassa Szent Koronánkat, de végül is nem igazán tudta, és már mutatom is, hogy még egy ábrával később fogom mutatni. Na, nézzük meg, hogy mit látott Kazinczy június 6-án, milyen körülmények között tudott a Szent Korona közelébe kerülni. Ugye a király bevonult a koronázási lakomára, koronával a fején, a prímás esztergomi érsek elmondta az áldást, ezután Pálffy kancellár levette a koronát a király feléről, letette egy ezüst tálra, megkezdődött a koronázási lakoma, és Kazinczy úgy manőverezte magát, hogy oda kerülhessen ahhoz a tálhoz, ahol a koronát letették, le is írja, hogy nem nagyon foglalkozott vele senki, hogy nyugodtan a kezébe tudta venni, és megtekintett a kezeivel, illethette, sőt, ugye a Veszprémnek írott levelében azt szerepel, hogy negyed óránál tovább nézegethette, és úgy fordíthatta a tálon lévő koronát, az elejét, hátulját, ódalát, úgy láthassa, ahogy neki tetszett, tehát tényleg minden irányból képes volt megvizsgálni. Tehát nem túlságosan hosszú idő, de lényeges részleteket meg tudott figyelni. Na most azt még meg kell jegyeznem, hogy ő nem akkor látta életében, akkor látta életében először a Szent Koronát, de voltak fogalmai arról, hogy hogy néznek ki. Például ismerte a Johann Nepomuk Schauff-féle ábrázolást, és a könyvét is, Schauff egy könyvet is kiadott második Lipót koronázással, és abban írásos formában vannak megfigyelések a Szent Koronáról. Jó eséllyel ismerte Révai Péter könyvét, tehát voltak forrásai, tehát nem
nulláról találkozott a Szent Koronával, hanem nagyjából tudta, hogy ki minek az ábrázolása maradt, és bizonyos értelemben csak ellenőriznie kellett, hogy valóban azok vannak-e ott, akiket a korábbi írók lejegyeztek, és milyen eltéréseket fedez fel ahhoz képest, amit ő lát, amit az ábrázolásokon vagy a szöveges leírásokban talált. Jó. Na nézzük. Hát először is Kazinczy készített két rajzot a Szent Koronáról. Olyan irányból vette fel ezt a rajzot, ahonnan nem készült, azóta sem nagyon. Tehát negyed profilból, oldalról, jobb oldalról, egy kicsit hátulról. Amit lerajzolt, az nagyon sok szempontból helyes, persze részletek hiányoznak. Hadd emeljem ki, hogy az abroncs hátsó részének jobb oldalán ugye 9 darab gyöngyül, ezt rajzolta valóban 9 ül. Jól mutatja, hogy az abroncs tetején gyöngysor vonul végig, jól mutatja, hogy az alsó részén is gyöngysor vonul végig, jól mutatja, hogy itt egy szögletes ékkő van, ahol az abroncs és a pántok találkoznak, egy kerekded ékkő, mutatja, hogy itt indulnak a pártaelemek, a szélső tetején lévő ékkövet szintén berajzolta, szépen mutatja, hogy a pántok ívesek, mutatja, hogy téglalap alakú zománcképek vannak rajta, mutatja, hogy a 4 keresztpántot összefogó lemez a szélesebb a pántoknál, tehát ami itt van, az nagy vonalakban helytálló, nyilván részletek hiányoznak, de hát aki 15 perc megfigyelés után alaposabb, részletesebb rajzot tud készíteni, azelőtt azért megemelem a kalapom. Itt van Kazinczy Ferenc másik rajza a Magyar Szent Koronáról. Ezen is apró részleteket jól figyelt meg, hadd emeljem ki közülük azt, hogy mutatja azt a 2 szegecset, amelyik az első, illetve a hátsó pántot rögzíti az abroncshoz, tehát ez nagyon jó megfigyelés. Ugyanakkor hát 2 tévedés is van rajta, amire azért muszáj, hogy kitérjek. Az egyik az, hogy úgy mutatja, mint az első és a hátsó pánton 3 zománckép lenne, amelyek közül ugye a legalsó takar, a Krisztus kép, illetve a Dukász kép, nem így van, már a másodikat takarja, tehát a hosszanti pánton is csak 2-2 zománckép van, ahogy a keresztpántól lévőt helyesen mutatja. Másik pedig, hogy az abroncson ugye a zománcképek és az ékkövek ritmusa az eltér a fölötte levő pártaelemek ritmusától, és mivel azt gondoltak Kazinczy, hogy ezek egyben, tehát ugyanolyan ritmussal követik egymást, az abroncson több mező tüntetett fel, ahol zománcképnek, illetve ékkőnek lenne helye, tehát egyel több helyet mutat, mint ami a valóságban van, és tehát ez így hibaként jelentkezik, láthatóan nem jön ki a képen az, aminek ki kellene jönni, és hát itt mutatom a Szent Koronáról készült ábrázoláson, hogy láthatják a Krisztus kép más gyakorlatilag teljesen takarja a mögötte lévő Bertalan képet, a hátul lévő Dukász kép pedig hát kétharmad részben takarja Tamás apostol képmását, és fölöttük már csak egy-egy apostol kép van. És itt pedig ugye látható, hogy a pártelemek ritmusa, szélessége, hogy követik egymást, mennyire eltér az abroncs térkiosztásától, ahogy az ékkövek és az ománcképek követik egymást. Jó. No, és akkor most térjünk rá Kazinczynak azokra a megfigyeléseire, amelyeket leírt, ugye ezek szerepelnek a Veszprémi Istvánnak 1793. októberében írott levelében. Közülük a legfontosabb az, hogy az egyik ágot erőszakos nyomásé vagy véletlen eset ketté törte, úgyhogy az mostan dróttal vagyon összeszorítva, igen, helyesen lehet ezt a megpattanást látni Schauff rajzolatján. Ugye a megpattanás azt jelenti, hogy áttörés, tehát pánt áttörésről beszél, és ez egy nagyon súlyos sérülésnek minősül. A lényeg az, hogy itt Kazinczy fogalmazásából egyértelműen kiderül, hogy egy megpattant pántról beszél. Mutatom, ugye itt van mellette a Schauff-féle ábrázolása, az eredeti rajza, és látható, hogy a hátsó pánton a 2 zománckép között ott húzódik egy áttörés, a 2 szélén egy-egy kapocs tartja össze, tehát a Schauff-féle ábrázolásból is az a következtetés vonható le, hogy egy pánt repett át, bár ő nem mutatja részleteiben a 2 oldalsó pántot, de Kazinczy Ferencnek ez a mondata teljesen egyértelművé teszi, hogy 1792-ben még csak egyetlen pánt volt áttörve. És ez nagyon lényeges, ugye számomra, aki kutatom a Szent Korona sérüléseit és átalakításait, és a következő dia alapján látni fogják, hogy miért.
1857-ben Franz Bock, a kölni érseki kincstár őre, aachen-i kanonok engedélyt kért és kapott Ferenc Józseftől, hogy megvizsgálhassa a magyar szentkoronát és a többi koronázási ékszert, meg is kapta az engedélyt, megtette a vizsgálatot, és ez alkalommal nagyon jó minőségű rajzok készültek, amelyeket be is mutatok ezen a dián. Először is vegyük észre, hogy ezen a rajzon is ugye ott szerepel ez a bizonyos pántáttörés a hátsó részen. Aztán vegyük észre, hogy a Dukász képben itt már benne vannak a szegecsek, és erre még vissza fogok térni a mai előadásban. Végül vegyük észre, hogy a baloldali pántnak a felső része már el van törve, tehát még egy pánt át van törve, viszont ez már kapcsokkal össze van fogva, magyarul ez a törés ki van javítva. Ha viszont a szembenézeti ábrázolásra vetjük a tekintetünket, akkor azt tapasztaljuk, hogy ezen a Szent Koronát a valaha volt legsiralmasabb, legmegviseltebb állapotában látjuk. Ütés érhette felülről, ugye a János kép, ami ugye itt elő van, teljesen meg van hajolva, az első pánt át van törve, az egész korona úgymond kifordult egy kicsit a saját eredeti formájából, mert berogyott a kupola szerkezet, úgy mellesleg hiányoznak ékítmények pártelemek tetejéről, mindkét oldalról le van szakadva egy-egy csüngő, látható, hogy hátulról, a bal oldalról és a jobb oldalról is hiányzik egy gyöngy, tehát valami nagyon drasztikus erőhatás kellett, hogy érje a mi Szent Koronánkat a Bock-féle vizsgálat előtt, és ugye meg kell különböztetni két dolgot. Tehát ott van a baloldali pánton az áttörés, de már ki van javítva. Ugyanakkor egy olyan állapotában látjuk, amelyen egy további pánt áttörés van, és még egyéb sérülések. Magyarul a baloldali pánt áttörése nem akkor következett be, amikor az a sérülés sorozat, ami az 57-es ábrázoláson lévő állapotokat mutatja. Magyarul 1792 és 1857 között két súlyos sérülés érte a Szent Koronákat, az előbbi, a korábbi, amelyik a baloldali pánt áttörésével járt, és valamikor kijavították, és a másik, amelynek a kijavítására még sor sem került 1857-ben. A vizsgálataim alapján keltezni tudtam azt, hogy ez az utóbbi sérülés, amelyik ezt az állapotot létrehozta, 1853. szeptemberében kellett, hogy bekövetkezzen, nevezetesen amikor az Bécsbe utazott, hogy Ferenc József megszemléje a Szent Koronát, ez nem azt jelenti, hogy akkor, amikor ő éppen nézte, hanem a császári koronaszemle igen szűk idő környezetében kellett, hogy bekövetkezzen ez a súlyos sérülés. Ennél többet pillanatnyilag mondani nem lehet. És hát ugye azt már hozzáteszem, hogy ugye a 19. században történt itt két nagyon-nagyon súlyos sérülés, amelyik, tehát pántáttöréssel nagyon súlyos sérülés. Ezek egyikéről sincs feljegyzés, a legcsekélyebb dokumentum sem. Magyarul, aki a sérülést okozta, elkívánta tusolni, leplezni kívánta azt, hogy itt ez bekövetkezett, és nem keletkezett róla feljegyzés, még a javításról sem. Tehát magyarul itt legalábbis a jó szándék erős hiányáról tett a bizottságot azzal, hogy nem keletkeztetett, nem írt semmilyen feljegyzést arra, hogy itt ennyire súlyos sérülés következett be. Tehát látható, hogy a Szent Koronát ért három legsúlyosabb sérülés közül kettő nem a középkorban történt, hanem a 19. század elején, közepén. És elszomorító, hogy még ebből az időszakból sem áll rendelkezésünkre feljegyzés, ott akkor ugye elvileg volt koronaőrség, mondjuk jó, hát a 1849 után, Szemere Bertalan, a Kossuth belügyminiszter menekítette a Szent Koronát és elásta Orsován, és utána ugye az osztrák hatóságok 53. októberében megtalálták. Tehát itt kétségtelenül szünetelt a koronaőri szolgálat, de akkor is, tehát egy olyan időszakban vagyunk, amikor némi túlzással mindenről készült feljegyzés. Hát hogy pont erről nem? Nyilvánvaló, hogy itt nem a jó szándékok működtek, amikor ezt mély hallgatás veszi körül. No, lépjünk tovább. A következő fontos tétel Kazinczy megfigyelései sorában, amit a keresztről tett.
Leírja ő is, ahogy ezt például Johann Nepomuk Schauff is már megtette a maga könyvében, hogy a kereszt helyzete az nem stabil, lehet mozdítani, viccenni tud, sőt, ugye, hogy nagyon ízesen írja Kazinczy, a kereszt minden mozdulással arra viccen, amerre a mozdulás miatt terhének természetes vonadékja vagyon, a fizikus ezt úgy mondja, mert a forgatónyomaték húzza el, tehát be lehet állítani jobbra-balra, vagy függőlegesre, ahogy tetszik, a rögzítése már egyáltalán nem szilárd. Ugye nagy vita van a szakirodalomban arról is, hogy a kereszt eredetileg egyenesen állt, vagy eredetileg is ferdére készítették. Azt lehet tudni, hogy ebben az időben, tehát a 18. század utolsó harmadában a rögzítése már nem stabil, tehát el tudott ferdülni. Az igazsághoz hozzátartozik, vagy hogy úgy mondjam, a képet teljessé tegyem, ha megyünk vissza az időben, valamennyi ábrázoláson egyenesen álló keresztet látunk, ameddig csak vissza tudunk nézni az időben. Ebből még nem következik feltétlenül az, hogy eredetileg is egyenesen álló keresztelt készült a Szent Koronánk, de ami tény, azt el kell mondani. És hát itt a szerkezeti vizsgálatoknak még van feladata, hogy a kereszt rögzítését és az eredeti rögzítését tisztázni tudja. Ugye Kazinczynak ez a mondata, értékes adalék ez az egész témához, hogy ekkor már úgymond nagyon ki volt lazulva a kereszt rögzítése. Jó. Egy harmadik megfigyelése, ami tulajdonképpen apróságnak minősíthető, de én nagyon örültem neki, mert könnyíti a munkámat, ugyanis megírta, hogy a pártelemek ugye magasság oldalirányba csökken, ezt ugye más is megtapasztalta, hogy minden homlokzati pártelem tetején egy tiszta szegletekre nem fent kő áll. Mire vonatkozik ez a megjegyzés? Arra, hogy Johann Nepomuk Schauff rajzán a második pártelem tetején mindegyik oldalon egy szegletekre fent égkő látható, tehát lapra csiszolt égköveket mutat Schauff ábrázolása, és Kazinczy ezekről, hogy nem, ezek nem voltak lapra csiszoltak. Magyarul nekem azért jó, mert nem kell keresnem, hogy ezek a lapra csiszolt égköveket mikor vették le, és mikor tették föl oda azokat, amelyek most is ott vannak, mert ezek soha nem voltak ott. Úgyhogy Kazinczy Ferencnek köszönöm, hogy ezzel a megjegyzésével segíti az én munkámat, és hát persze tisztázza a Szent Korona átalakításainak kérdésköréhez is járulékot tud tenni. Azt meg szeretném még jegyezni, hogy a 9 pártelem tetején lévő ékítmény közül 8 cserélt. Ugye egy apró adalék ahhoz, hogy a Szent Koronánk mennyire van az eredeti állapotában van, és akkor ugye most a cserélt zománcképekről még nem is beszélek. No, lépjünk tovább. Kazinczy Ferencnek ez a Veszprémi Istvánhoz írott hosszú levele, ugye nagyon érdekes, innen szedem az információkat, ugyan közreadása már megvolt 1891-ben Kazinczy Ferenc levelezése második kötet Váci János által, illetve a Veszpréminek írott levelet némi rövidítésekkel a Busa Margit féle kiadvány is közli Kazinczy Ferenc utazásai. De pontosan ezzel az áthúzott oldallal kapcsolatban mind a két kiadásban zavar van, úgyhogy megnéztem, hogy hogy is néz ki az eredeti kézirat, ami a Magyar Tudományos Akadémia könyvtárában megtalálható, és a lényeg, hogy először mutatom, hogy milyen mondatok vannak rajta, és vajon mi lehet az áthúzás oka. 3 mondatot is kiemeltem pirossal, ami ott szerepel ezen a bizonyos oldalon, és ez mind a 3 téves, és azt kell mondanom, hogy ezen az oldalon önmagában majdnem több tévedés van, mint a levélben összesen. Magyarul legalábbis föl kell, hogy merüljön, hogy Kazinczy esetleg rájött, hogy itt valamit rosszul írt, és ezért húzta át az oldalt. Tehát mik a tévedései? Hogy a keresztpántokon látszó képek magára az abroncs 4 ágára vannak festve, ugye nyilvánvaló tévedés, ezek nem festettek, hanem zománc képek. Azt jelenti, hogy a fiziognómiákon, tehát az arcokon nincs pirosság, nem igaz, a szájak pirossak, de hogy ezt nem vette észre 15 perc alatt, úgymond ez bocsánatos, és ezt nem lehet
lehet komoly tévedésnek felróni, de de facto tévedés. Végül, de nem utolsó sorban, a keresztpántok képein a névfelirat a személyeknek alatta van, hát nem, éppen fölöttük szerepel, tehát ez is egy tévedés. Tehát számomra kérdésként jelenik meg, hogy miért húzta át ezt a levelet? Utólag húzta, hát kapott valakitől információt, hogy ezekben a pontokban ő tévedett? Tehát mi lehet az oka? Ugye Váci János meg is jegyzi, hogy az oldal át van húzva, és írja, hogy nem tudja, hogy esetleg újra akarta leírni Kazinczt, tehát mi lehet az oka, ő sem tudja, hogy mi az oka. Tehát ez mindenképpen egy érdekes kérdés, hogy Kazinczi miért húzta át? Tehát az egyik opció az, hogy rájött, hogy tévedések vannak rajta. Na bár most itt az oldalnak vannak még egyéb furcsasága is. Az utolsó mondat, ami szerepel rajta, az előbb idézetnek, ugye az utolsó, hogy a bizonyos öt pontokba sorol föl megfigyeléseket az ománc képekről, tehát ugye a névfelirat ugye a személyeknek éppen alattok áll, mégpedig így végződik az utolsó mondat alapon, gondolatjel, és a következő oldalon a hatos pontban, amit ugye feketével szedtem, folytatódik, a diadémán görög nyelven görög nagybetűkkel, tehát vegyük ezt, hogy kisbetűkkel folytatódik a hatodik oldal első sorában a mondat, tehát egy nem új mondat, hanem mondat folytatása, és ha összeolvassuk az ötödik oldal utolsó mondat, tehát a hatodik mondat első mondatával, akkor egy összefüggő, folyamatos, értelmes mondatot kapunk. Most ehhez képest mind a két közre adás beleszúrt valamit, mégpedig azt a margójegyzetet, ami ennek a lapnak az alján szerepel, az alsó margónak a jobb oldalán, ez nem érinti egyébként az áthúzás, ami pedig úgy szól, hogy professzor Szombati János Árospatakon azt mondja, hogy a Szentbertalan képe alatt forrasztás látszik. Szombati János az egyik tagja volt a Kollerféle koronavizsgálatnak, tehát ő is látta a Szent Koronánkat, autentikusan tud nyilatkozni róla. Na már most, ugye a probléma az, hogy Busa Margit is és Váci János is ezt betördelte a szövegbe, és így értelmetlenné tette ezt a mondatot, tehát ezt lábjegyzetben külön kellett volna közölni, meghagyva ennek a mondatnak a folytonosságát, úgy nem lenne értelemzavaró. Ugye ez egy ilyen, úgy tetszik, formai probléma, meg aki ugye nincs benne a témában, az itt elakadhat, hogy ez a mondat miért így folytatódik, mert itt se füle, se farka. A szakmai szempontból viszont van egy másik érdekessége a dolognak. Bertalan képmása ugye teljes takarásban van a Krisztus kép mögött. Magyarul nem lehet látni, hogy mi van az alján, és hogyan láthatta a Szombati János, hogy ott forrasztás van. Azt a tárgyilagosság kedvéért meg kell jegyezni, hogy akkor a Krisztus kép még nem volt annyira hátradöntve, mint napjainkban, ez ugye 1867-ben történt meg, amikor a Bertalan kép már nem volt egész, és valószínűleg Müller Lajos pesti ékszerész azért döntötte hátra a Krisztus képet, hogy ne látszódjon, hogy a Bertalan kép már nem ép, amelyről egyébként 1790-ben és 92-ben mindenki úgy nyilatkozik, hogy az ép, és szó se esik arról, hogy esetleg hiányozna belőle. Ma az aranyműves vizsgálat azt tapasztalta, hogy csak a felső körből egy tizede van meg, az ománc kép alsó része hiányzik, és ha forgatják a Szent Koronát, akkor ez a kis töredék csúszkálni tud a keretében. Tehát ilyen sok hiányzik ebből az ománc képből. Tehát a lényeg, hogy akkor sem lehetett jól látni, hogy mi van a Bertalan kép alján, mert ugye teljes takarásban van. És nagyon gondolkozom, hogy vajon mi akar ez lenni? Tehát ha Kazinczi fontosnak érezte, hogy lejegyezze Szombati Jánosnak ezt a megjegyzését, akkor annak nyilván relevanciája van, csak még én ugye, aki a szerkezeti kutatással foglalkozom, sem tudom értelmezni, hogy mit akar ez egészen pontosan jelenteni, mert hát Szombati János ezt alig ha láthatta. Tehát én úgy gondolom, ebben valami fontos információ van, amit valahogy meg kéne érteni, és ki kellene bányászni, de legalábbis én még nem jöttem rá, hogy mi akar ez lenni, de ennek a lábjegyzetek, mondom, úgy gondolom, hogy fontosságot kell tulajdonítani, majd egyszer megjön talán, hogy mi is az értelmezése. Jó. No már most lépjünk egy kicsit előre időben, és itt előkerül most Rubi Károly György, aki Kazinczi Ferencnek az egyik prominens levelező partnere volt.
Ugye 1825. szeptember végén volt első Ferenc király negyedik feleségének a királynői koronázása, ugye akkor elő kell, hogy kerüljön a magyar szent korona a koronaládából, azt hozzá kell érinteni a királynő vállához. Mindenesetre előkerült, és a koronázás után néhány nappal Rumi Károly György, ugye az Österreich és a Beobák terben egy publikációt tett közzé Szent Koronánkról, és ebben olvasható ez a szöveg, amit a dián mutatok, és egy megdöbbentő pontosságú leírás szerepel itt arról, hogy két szegecs is van a dukászképben, az egyik ugye félig takarja az N előjáró szóban az epsilont, a másik pedig gyakorlatilag teljesen lefedi a basileos szóban az utolsó szigmát. Tökéletesen pontos a leírás, a kérdés már az csak, hogy Rumi Károly György honnan jutott hozzá ehhez az információhoz. Tehát, hogy ezt valaki megfigyelje, az nagyon hosszan kell vizsgálni a Szent Koronát, vagy pedig nagyon célzatosan, pontosan ezt a részletet kell megfigyelnie. Én azt gondolom, hogy meglehetősen kérdéses, sőt, igen valószínűtlen, hogy Rumi Károly György olyan helyzetbe kerülhetett, hogy ő személyesen vizsgálhatta meg a Szent Koronát ilyen közelről, hogy ilyen apró részletet megfigyelhessen. Magyarul, és egyébként erről konzultáltam Fríd Istvánnal is, aki ugye Rumi Károly György életének volt az avatott kutatója, és ő is ezen a véleményen, hogy teljesen valószínűtlen, hogy ő ezt személyesen láthatta. Magyarul őt valaki informálta, és egyszerűen elképesztő pontossággal, rendkívül érdekes. Ugyanakkor a másik fontossága ennek a bizonyos mondatnak, a szegecsek 1825. szeptember végén már ott vannak a dukászképben, tehát mindössze 27 évre szűkül az az intervallum, amikor belekerülhettek a bizánci császár képmásába, 1792 és 1825 között. És ugye itt eljutunk ahhoz, hogy látható, hogy itt információk terjednek, és bizonyos információ közvetítők személye nincs meg. Tehát valaki informálta Veszprémi Istvánt, ami alapján, ő ugye hallomás alapján megírta azt az öt bizonyos írásocskáját, amelyekből mutattam idézeteket. Aztán Kazinczy informálta Veszprémit, aki érdekes módon ezután már nem tett közzéírást a Magyar Szent Koronáról. Rumi Károly György valahogy megtudta, hogy a Szent Korona fontos, és ezen apró részleteket érdemes megfigyelni. Kitől? Talán Kazinczytól? Nem tudom, szerepel ez a levelezésében, valószínűleg nem, de ez még egy olyan dolog, aminek érdekes utána menni. És végül Rumi Károly Györgyöt kiinformálta ilyen pontossággal arról, hogy a dukászképben szegecsek vannak, és pontosan hol. Tehát lám-lám, ugye a Kazinczy levelező partnerek közül még egy személy előkerült, és ő szintén lényeges hozzájárulást tett a Magyar Szent Korona kutatásához. Tőle tudjuk, hogy 1825-ben már bent vannak a szegecsek a dukászképben. És gyakorlatilag most már nincs más feladatom hátra, mint összegezzem mindazt, amit a mai előadásban elmondtam. Kazinczy Ferenc rajzokat tudott készíteni a Szent Koronáról, személyes megfigyelés alapján a Szent Koronát a kezébe vehette, forgathatta, mozgathatta, olyan irányból nézhette, amilyenből ő csak kívánta. Tehát megfigyelésekkel járult hozzá, amiket leírt a Veszprémi Istvánnak 1793. októberében küldött levelében, és ugye ott vannak a rajzai, szintén a Magyar Tudományos Akadémia könyvtárában megtekinthetők. A megfigyelések közül kiemelem az elsőt, amit ugye itt felsorolok, azt, hogy egy megpattant pánt, azaz egy áttört pánt van 1792-ben. Schauff rajzáról tudjuk, hogy az a hátsó, magyarul több ekkor még nincs, és az azért fontos, mert láttuk, hogy a 19. században már két további pánt áttörik, két további alkalommal érte súlyos sérülés a Magyar Szent Koronát, amiről ugye, mint mondottam, nincs feljegyzés. Megerősíti mindazt, amit Johanna Fók Schauff szintén a könyvébe szereplő írásban olvashatunk, és más képi forrásokból is tudhatunk, hogy a kereszt ekkor már meglehetősen lötyögős, szabadon forgatható, mozgatható. Továbbá tisztázza azt a tévedést Johanna Pomuk Schauff rajzán, hogy a második pártelemek tetején szegletekre fent égkövek vannak, nem. Ezek épp úgy gömbölydedek, mint a többiek a pártelemek tetején. Tehát ezt a három megfigyelését kívántam kiemelni. Ő persze leírta az összes szemét, akik ott szerepelnek, de ez nem unikális, ezt korábban már mások is megtették. Azokat a tételeket emeltem ki a megfigyeléseik
közül, amelyek itt és most különös relevanciával bírnak, és úgymond az újdonság erejével jelentkeznek. No, tehát ugye a koronátid sérülések időrendbe állítása szempontjából kiemelkedően fontos. Az első pont, ezt nem győzöm hangsúlyozni, és én ezt nagyon is nagy haszonnal tudtam igénybe venni a saját kutatásaim során. És ugye, hogy látható, hogy messze menően nincs minden probléma megoldva, szeretnék az utolsó mondatommal rámutatni arra, hogy mik azok a kérdések, amelyek itt még tornyosulnak előttünk ebben a viszonylag kicsi szegmensében a Szent Korona kutatásnak, illetve Kazinczy Ferenc munkásságának és levelezésének. Ugye az egyik a bizonyos informátori hálózat, tehát honnan, milyen csatornákon keresztül áramlott az információ, itt valami tudatosság szerepele benne, tehát ki informálta Veszprémit, ki informálta Rumit, ismerték-e egymást, levelező partnerei voltak egymásnak, tehát ez mindenképpen egy olyan dolog, amivel ugye a Kazinczy kutatásnak kellene foglalkoznia, úgy gondolom. Izgalmas nyitott kérdés a Veszprémnek írott levél egyik oldalának az áthúzása, miért húzta át, tehát rájött arra, hogy tévedések szerepelnek rajta. Ha igen, akkor honnan jött rá? Ki informálta Kazinczyt arról, hogy tévedések vannak rajta? Vagy ha nem ez az ok, akkor vajon más micsoda? És ugye ezen az oldalon szerepel az a bizonyos margó jegyzet ott alul, amelyben Szombati Jánost idézi a Bertalan kép rögzítéséről, és ugye ez meg nyilvánvalóan vastagon érinti az egész Bertalan kép sorsát, ami ekkor még épp, tehát a 18. század utolsó évtizedében még éppen van, de a 19. század közepén pedig már hiányzik belőle. Magyarul itt a szerkezeti kutatásnak és talán a Kazinczy kutatásnak is feladata van. Tehát nagyon örülök, hogy egészen különböző kutatási témákat tudtam itt összehozni és fölkínálni vizsgálandó témákat úgy a Kazinczy kutatóknak, mint azoknak, akik a szerkezeti kutatással foglalkoznak. Itt még vannak potenciálok, tovább lehet lépni a Szent Koronánk igen nagyszámú sérülésének és átalakításának a kérdéskörében. A 2010-ben megjelent a Szent Korona sérülései és átalakításai című könyvemben már 50-es nagyságrendű sérülésről tudtam beszámolni. Táblázatban szerepelnek legalább ennyi elem már nem eredeti a Szent Koronán. Magyarul megerősítés arra, hogy az a narratív, hogy a Szent Koronánk közel az eredeti állapotában van, messze menően nem igaz. Hát ennyit szerettem volna elmondani, több kutatási terület találkozott itt, remélem érdekesnek találták, és remélem lesz, aki tovább lendíti a vizsgálatokat ezekben a nyitott kérdésekben. Köszönöm szépen a figyelmüket, köszönöm, hogy meghallgattak.